az a lényeg, hogy most ehhez a gázhoz egy kicsit sűrűbb tészta, palacsinta tészta kell, kicsit tovább kell várni, mert különben nem lehet megfordítani, de ez így most tökéletesen jó. Gödrey Zoltán két polgármester elmondta, igyekeztek a programnak a lehető legjobb időpontot kiválasztani. Ahhoz, hogy ez tényleg egy ilyen, nevezzük így, fesztivál jellegű legyen, és a családoknak programokat tudjunk biztosítani, ezért légvárakat, meg ilyen mászóketrec játékot béreltünk, illetve délután jön Zombáról egy fogat, és akkor sétakocsikázásra is lesz lehetőség itt a településen. És ugye az egésznek az ötlete, ez a nyugdíjas klubtól jött, és az önkormányzat pedig, mint mindig, amikor ilyen klassz ötletek vannak, akkor teljes mellszélességgel hozzááll, és így most sikerült így ezt, amit itt látunk, megszervezni. Nyárai Sándorné, a nyugdíjas klub tagja, házilekvárral töltött palacsintát is kínálta megjelenteknek. Ez az első ilyen palacsinta fesztivál, úgy tudom, itt Kétjen. Első alkalommal, de úgy látom, hogy folytatódni fog, mert nagyon nagy az érdeklődés a gyerekek körében, főleg a nutellás, a lekváros és a túrós iránt. Virtanta Judit a szomszéd településről érkezett a családjával a finom palacsinta miatt. Főleg a gyerekeknek, úgyhogy nagyon finom volt, és nagyon változatos, nagyon sok ízben, nem is gondoltuk, hogy ennyibe lesz, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. A nutellás palacsintán kívül a lekváros volt a népszerű a gyerekek körében. Azért, mert van palacsinta és finom. Mennyit ettél eddig belőle? Kettőt, de még szeretnék hatot. A palacsinta fesztivál jó hangulatához a kedvező napos időjárás is hozzájárult.